Jerusalem, ikayalami. Ilondoloze, uhambe nami. Zungangishilana, Jerusalem. Jó járt Ágnes, óvodapedagógus és koreográfus, lehet ezt mondani? Igen, lehet, igen, ezt én találtam ki, ezeket a mozgásformákat, valamint van egy alapmozgás, ami maga a Jeruzsálem táncra, a dance challenge kihívása jellemző. Ezek a jellemző motivumok mellett próbáltunk egy-két olyan mozgásos elemet berakni, ami a sajátunk. Honnan jött az ötlet maga, hogy a kollégákkal egy ilyen táncprodukciót végigcsináljatok, bemutassatok? Nagyon régóta gondolkodtam ezen, főként az első időben, amikor először voltak a nagy zárás, a legnagyobb zárás tavaly, április környékén, mikor megállt az élet szinte, akkor ugye az óvoda, az óvónő az nem áll le hirtelen, és nem is tud home office-ba menni annyira, hisz maga a lételeme, a gyerek az nincs. Ami ilyenkor, amihez folyamodnak a legtöbben, az a zene eszköze, az érzelmeink feldolgozása, zene, tánc, és ekkor elindult világszerte, ment ez a kihívás, és egyre több szervezet csatlakozott hozzá, akkor már úgy gondolkodtunk rajta, de igazából realizálódni az most realizálódott. Mennyi munka van e mögött? Honnan indultál, honnan indultatok? Azért nem könnyű, nem is tudom, tucatnyi embert, vagy többet mozgatni, csapatba rendezni, különböző egyéniségek, személyiségek, életkorok, és egyfajta zenére egységes mozgást csinálni. Szóval mikor kezdtétek, mennyi időt vett igénybe, mennyit gyakoroltatok? Hát túl sokat nem tudtunk, ezt munkaidő után és előtt, műszakok után próbáltuk összehozni, mert ugye hát a gyerekekkel vagyunk, és mindenkinek van ettől függetlenül sok más egyéb elfoglaltsága, és különböző időpontokban, ebben az időszakban zajlottak az oltási sorozatok, tehát tulajdonképpen nehéz volt összehozni. Túl sok munka nem, de annál nagyobb lelkesedés, és egyszerűen csapatmunka volt. És hogy szabadot vegyem itt a végén, ez tényleg csapattá kovácsolta a társulatot, a gárdát? Ez érződik a hétköznapokon is? Igen. Amúgy is egy összeszokott csapatról van szó, de az, hogy egy célért küzdenek, és egy célért dolgoznak, és tesznek meg mindent, hogy milyen ruha legyen, hogy a maszk, és hol legyen az ötletek, a kreativitások jöttek. Úgyhogy igen, csapatmunka, és még jobban összekovácsolta a csoportot, én úgy gondolom. Tőled nem idegen a tánc, tehát neked van valami előképzettséget, ha lehet ezt mondani. Ez kellett hozzá? Vagy bármelyik laikus kolléganőd meg tudná csinálni? Hát az, hogy a térformák hogy működjenek, az lehet, hogy ahhoz kellett, ahhoz hasznos volt, hogy hol, mit tudnék elképzelni benne. A térformák mozgatása, ahhoz lehet, hogy igen, kell egy kicsi koreográfusi múlt, de egyébként meg ugye a mozdulatok nem túl bonyolultak, tehát ezt úgy mindenki megtudta saját maga, laikus is megtudta volna. Meg a mozgás, a zene, a tánc szeretete, az, hogy ne felejtsük el, igazából a legfontosabb célunk az volt, hogy a szeretetet közvetítsük a sok negatív mellett. Kóródi Zsuzsa mozgásfejlesztő pedagógus számára gondolom pofon egyszerű volt ez a mozdulatsor. Első blikre mindent hibátlanul megcsinált. Mennyit számít a rutin, már hogy a mozgással hivatásszerűen is foglalkozik, hogy egy ilyen táncot jól abszolváljon? Bevallom őszintén, mögöttem 16 év komoly klasszikus balett múlt áll, úgyhogy nekem igazából nem volt ez komoly probléma. Az előképzettség nélküli kolléganők mozgás szintjéhez kellett az egészet igazítani, ezt az egész mozgást. Valamennyire minden nő táncol, mozog, nem? Tehát olyan nem létezik, hogy valaki... Ráadásul szerintem egy óvodapedagógus számára, vagy szempontjából valahol követelmény is az, hogy a gyerekekkel körbeálljon, körtáncot játszon. Hol tart ma a képzés a tekintetben? Az óvodai képzés alapvetően a néptánc, tehát a népi hagyományok irányában zajlik. Én úgy gondolom, hogy ez a tánc egy kis kilépés volt ebből a mozgáskultúrából. De azért sikerült elmagyarázni, megértetni a kollégákkal, akiknek ilyen hiányosságaik voltak, hogy tegye a lábát, hogy emelje a karját,
húzza ki magát? Tehát mennyit kellett instruálni őket? Ági nagyon jó főnök volt ezen a téren. Mindenki nagyon gyorsan belejött. Azért gondolom, hogy ön is elmondta a véleményét, hogyha adódott. Természetesen a koreográfiában is, a közös részekben is mindenki beletette a véleményét és meglátását, és így alakult ez ilyen formára. Melyik volt a leghúzósabb rész ezek közül? Ugye több helyszínen forgattunk most, hogy a nézők azok egységes táncot látnak. Hol volt a legtöbb nehézség? A legnagyobb nehézség az volt, hogy összekoordináljuk azt, hogy tudunk találkozni, mert hogy elég nehéz volt így a szabadidőnket összeegyeztetni, hogy tudunk próbálni. Több részletben sikerült, és aztán a végén pedig összeállt. Ide is fölteszem a kérdést, mint Áginak, hogy mennyiben segítette ez a kollektíva összekovácsolását? Máshogy viszonyulnak egymáshoz a pedagógusok? Ezután a munka és együttlét után. Alapjáraton úgy gondolom, hogy itt egy nagyon jó közösség dolgozik. Ez a Covid időszak, ez nagyon megviselt bennünket, ugye, hogy a közösségi programok elmaradtak. Nagyon jó lehetőség volt erre, hogy egy kicsit a közösséget megdolgozzuk, hogy egy kicsit visszalendüljünk abba, amit a Covid időszak előtt magunk mögött hagytunk. A gyerekek haladnak-e mellettünk? Utolsó kérdés, ugye óvodáról beszélünk, a gyerekek nem kihagyhatók. Látták a gyerekek a próbákat, a produkciót? Hogy viszonyultak hozzá? Többször leültek, amikor az udvaron próbáltunk, akkor mindig megnézték a táncunkat, és mindig vastagsot kaptunk tőlük. És nagyon édesek voltak, mert a pályaszélén ők is táncoltak velünk.